Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Szinte minden településen megtartották már az új év köszöntő fogadásokat, így volt ez Alsóörsön is, bár ők egy picit másként döntöttek, két korábbi hagyományból létrehoztak egy harmadikat, hogy egészen pontosan miről van szó, azt már is megtudjuk. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Hebling Zsoltot, a település polgármesterét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szóval akkor hogy is van ez, hogy volt két korábbi esemény, amiben most lett egy harmadik? Igen. A vállalkozásfejlesztési és hagyományozó közalapítványunkkal közösen az önkormányzat már több mint 10 éve minden év végén megszervezte az adventi időszakban azt a köszönő rendezvényt, amiben hálás szívvel mindenkinek, aki részt vett a helyi vállalkozások és partnereink köréből a sikerekben, azoknak így egy koncerttel és egy fogadással kedveskedve megköszönjük a munkájukat. Tavaly pedig volt egy újévi koncertünk, és ebből a kettőből most úgy döntöttünk, hogy nem évvégén, hanem évelején mindenkit idehívunk a művelődési házunkba. Lakosainkat. És megköszönik, mert hiszen az a címe, hogy köszönjük Alsóörs. Igen. Ezt sokan úgy nézték, hogy vajon mi lehet ez, hogy mit köszönünk Alsóörs? Hát van mit köszönni, mert nagyon eredményes volt az év, és ebben nagyon sokan részt vettek. Az intézmények munkatársai, intézményvezető kollégáim, lakosaink, családjaink, egyházaink, civil szervezeteink, és természetesen a partnereink, helyi vállalkozásaink, mindenkit idehívtunk. Nagyon sokan el is jöttek, és egy fogadással és egy zenei élménnyel leptük meg őket. Ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy a polgármester, illetve a meghívott vendég, jelen esetben ugye az országgyűlési képviselő Kondrát Károly, aki egyébként a belügyminiszterünk parlamenti államtitkára is, köszönti a helyieket, és egy picit visszanézünk ugye arra mindig, hogy mi volt az előző esztendőben, jelen esetben 2017-ben, és egy picit előre is nézünk, mert azért persze jó dolog felemlegetni, hogy mi volt, de az ember mindig előrefelé néz, és arra kíváncsi, hogy mi lesz. Mielőtt azért arról beszélnénk, hogy mi lesz, egy picit nézzünk vissza. Ön is mondta az előbb, hogy azért van mire büszkének lenni, mert hogy Alsóörs sikeres volt. Én megnéztem, hogy mi az, amit ebben az esztendőben Alsóörs nevéhez kötöttek, hány elismerés, hány kitüntetés. Hát tényleg büszkék lehetnek. Valóban büszkék vagyunk, nagyon tartalmas volt a 2017-es esztendő. A legfontosabb, hogy működtek az intézményeink, a kötelező feladatainkat természetesen elláttuk, de ezen kívül az önkénteseket is, a közösségépítést folytattuk, amire nagyon büszkék vagyunk. Tényleg felsorolni is nehéz azt a sok elismerést, amit kaphatott a közösségünk, a virágosítástól a turisztikáig, a megyei napilapnak az összetartozunk pályázatán keresztül a sportos kitüntetésig. A strandot is említhetjük. És a strandot is természetesen, de az én szívemhez mindig a közösségeknek a gyarapítása kötődik, tehát nagyon nagyot léptünk ebben is előre, és nagyon jól együtt működtünk a helyiekkel, és hát természetesen mindig elmondja, a partnereik. Bocsánat, beleszólok, polgármester mindig elmondja, hogy nagyon örülünk az eredményeknek, büszkék vagyunk a településre, és tulajdonképpen persze mindig fejlődni akarunk, de nem akarunk a végtelenségig fejlődni. Ez pontosan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy, és pont ugye a 15 éves szolgálati idő kapcsán rendezett a délutánon is, közéleti fórumon is erre hegyeztem ki a hangsúlyt, hogy 2002 év végén, körülbelül 1-2 évig alakítottuk ki azt a koncepciót, hogy hova is szeretnénk eljutni 15 év múlva, tehát a mai állapotokhoz, és most pedig megint van egy ilyen korszakindító, a helyépítési szabályzattal kapcsolatos, és hát a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos döntéssorozat, amivel természetesen a partnerség jegyében szeretnénk bevonni a lakosainkat és mindenkit. Tehát mondhatjuk, hogy lezárult most egy 15 éves szerintem ciklus, igen. Mondjuk. Persze a polgármester marad is. Nem szeretném az én személyemhez kötni, csak most így jött ki, hogy tényleg a koncepciók évtizedre szólnak, és már akkor meghatároztuk, hogy hova szeretnénk eljutni. De bevallom őszintén, egy kicsit jobban felpörögtek az események, és dinamikusabb lett a fejlődés, mint azt vártuk. De az nem baj. Az nem baj, de pont ahogy a főszerkesztő úr is tetszett mondani, szeretnénk ennek határt szabni. Tehát mi
megmaradni egy aránylag olyan kisebb települések, bocsánat, hogy így most... Pontosan. Olvastam, hogy megmaradni egy kis falunak, nekem már az is meglepetés volt, pedig tudom, hogy persze nem városi ranggal rendelkezik Alsóörs, de ezt a falu szót olvasva, hogy megmaradni egy kis falunak, hát Alsóörsről szerintem senkinek nem ez jut eszébe. Igen, de mi büszke vagyunk, hogy egy jó falu közösségben élhetünk, és... Ezt a 2000 főt, ami egyébként most 1850 körül van, céloztuk meg annak idején is, és most is. Tehát nem szeretnénk túl fejlődni olyan szempontból, hogy elveszítsük az élhetőségünket. Tehát a legfontosabb cél az, hogy élhető maradjon a település, a község. Nagyon nagy a nyomás, mert ugye mindent beépítenének, és rengeteg lakópark körvonalazódik, amit egyébként az akkori koncepciónál bizonyos község részekben el is képzeltünk, és most valósulnak majd meg, de szeretnénk megvédeni a szőlőhegyet, szeretnénk megvédeni a mezőgazdasági részeket, az erdőket, azt is helyi védettség alá helyeztük, mert voltak olyan szándékok, amelyek itt is építési igényt feltételeztek, tehát a legfontosabb... Olyan létszám stopp valahol? Így nincsen, csak hát ugye nem látjuk... Nem mondták ki azt, hogy akkor 2100-nál megállunk. Nem. Nem, de hát látjuk ugye a település adottságaiból, hogy hova lehet eljutni. Én úgy gondolom, hogy az irány jó, tehát most már ezeken a feltáratlan részeken elindultak azok a fejlesztések, építkezések, amelyek szerintem nagyon hasznosak, mert a létszámunkat gyarapítják, de újabbak nem várhatóak, tehát... Tényleg többször elmondtam, és a képviselőtestület véleménye is ez, hogy ezt az élhetőségünket megőrizni a legfontosabb feladatunk. És azt majd a koncepcióba természetesen fogjuk is érvényesíteni, ami most indul. Az előbb közben beszúrtam ott egy gyors kérdés, persze aztán ön tovább mondta a gondolatát, hogy azért ez persze nyáron nem 2000 ember, hanem jelentősen feldúzzad, és akkor azzal is meg kell küzdenie a településnek ellátásban, szolgáltatásokban, infrastruktúrában, mindenben. Mennyien lehetnek egyébként egy jól menő nyári napon? A legtöbben akkor voltak, amikor az LGT fesztiválunk volt, akkor a számításunk szerint 30 ezeren, de amúgy olyan 10 ezer körül vannak így az átlagos csúcsidős nyári napokon. Egy picit ebben hasonlíthatnak Csopakhoz, nem? Igen. Itt van egy Balatonfüred, van egy Almádi, aztán Füstfő, Kenesen, négy város a Balaton partján, aztán fölfelé ugye ott van Veszprém. És van közötte, egyébként persze van még Lovaspaloznak is, és ők ne feledkezzünk el róluk, mert szépen fejlődnek. De ez a két balatonparti neves település, ezt azt látom, hogy valami hasonlót tesz talán Csopak is, hogy nem akar túlságosan nagyra nőni, ugyanakkor elképesztően nagy vonzerőben rendelkezik. Önök valamit tudnak, amit sokan mások nem, mert azért most elindulunk arra Badacsony felé, ott is van jó néhány település, de ennyit nem hallani róluk. Jó a hírünk, én is úgy gondolom. Hát látszik az adatokból is, tehát a strand értékelést és a idegenforgalmi szezonnak az értékelését már megtettük. A strandon 15%-kal emelkedtek a bevételeink, persze az jó időjárásnak is köszönhetően. Bocsássa meg, hol fértek el többen, mert ahányszor lementünk Alsóörsre is, mindig azt láttuk, hogy tele van. Hát hogyan lehet itt még több embert behozni? Maga a strandunk nagyon nagy kiterjedésű. És még ha nagyon sokan vannak, akkor is van hely. Tehát nagyon ritka az, hogy teljesen megtelt, tehát egy nagy kiterjedésű... Akkor még van hova fejlődni? Mert értem, hogy van még tölteni lehetőség. Lehetőség mindig van, persze. A kurtaxa pedig 20%-kal emelkedett, itt nagy szerepe van a fesztiváloknak is. Tehát a Perzó Camping, mint egy korábbi Európa Campingből, egy új tulajdonossal kialakított koncepció révén a fesztiválok nagyobb hangsúlyt kaptak. Hát több fesztivál volt, egyébként elkezdtük számogatni, mint jó néhány más településen. A Zorától kezdve egészen ugye Everness, ugye hát a motoros találkozóról ne is beszéljünk, mert azt most már szerintem az világhírű. És látjuk az adatokat, hogy ezekre a rendezvényekre nagyon sokan érkeznek, az ország minden, sőt a világ minden részéről, és hát ezek nagyon kedvezően alakítják a mi pénzügyi lehetőségeinket is. Polgármester úr, mindjárt visszatérünk ide, csak hát biztos mondják otthon a nézők, hogy jó, itt beszélget ez a két ember, de egy picit most már mutassuk meg, hogy mi is volt ezen a mostani
Köszönjük Alsőrs című rendezvényen, mert ugye zenei műsorral, kulturális programmal is készültek. Tulajdonképpen hogy tervezték ezt az estét? Úgy terveztük, hogy meg is valósult, tehát két részből állt, illetve három részből, mert a köszöntések, az országgyűlési képviselőnk, aki nagyon sokat segített, és ott is megköszöntem az ő erőfeszítéseit, mellett én is elmondtam a gondolataimat, de én nem mentem bele részleteibe a 2017-es év eredményeibe, mert én úgy gondolom, hogy azt mindenki remélem tapasztalta, és a helyi újságtól, és hát a sajton keresztül is próbáltunk erről beszámolni. Ezt követően pedig helyi-helyi kötődésű művészek opera műsorral kedveskedtek, ezt követően pedig az óvoda konyha jóvoltából fogadást adtunk a 2017-es év tiszteletére. Tegyük hozzá, bocsásson meg, mert ez, elmegyünk mindig mellette, mindig azt mondjuk, hogy hát ez csak úgy egy kötelező rész, azért ez az óvoda, és amiket ott készítenek, az nem semmi. Szóval nagyon sok fogadásra járunk, munkából kifolyólag, de tényleg itt le a kalappal, talán furcsák most erről beszélni, de nagyon elképesztő, amit ők ott tesznek a településért. Bizony, minden rendezvényre nagyon sokféle finomsággal készülnek, hát a Jókai Endrődi bableves muritól, meg a liba húsa, meg a Mártonnapi liba vacsora. Ha már az óvodánál vagyunk, azért egyet hadd említsünk meg a múlt évből, mert a legfontosabb fejlesztésünk és a legkedvesebb az óvoda három csoportossá való kibővítése és bölcsőde megalapítása volt, amire nagyon nagy igény jelentkezett, és ez a jövőnek szóló beruházás, fejlesztés. És a települések picit irigykedve nézték is, hogy itt már bölcsőde is van. És meg is telett teltházas, és van is rá igény a jövőben is, tehát demográfia is nagyon szépen alakul. Tehát az óvodáról ezt mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy szeptemberre sikerült addig eljutni, hogy egy nagyon korszerű sószobával rendelkező intézményt adhattunk át. A kert még hátra van, tehát tavasszal elkezdődnek a kinti munkálatok, és hát bízunk benne, hogy a konyhát tovább tudjuk fejleszteni, mert amellett, hogy a rendezvényeket ellátja, és az óvodásokat, bölcsiseket, iskolásokat, a szociális étkezőknek is, tehát az időseknek, és még egyéb étkezőknek is itt készül az étel. Polgármester, akkor most hallgassunk bele egy picit a szombat esti rendezvénybe, hallgassunk egy kis zenét, egy kis kulturális programot, aztán folytatjuk. Thank you.
Van egy olyan mondás Alsóörssel kapcsolatban, ami az államtitkár úrtól, képviselő úrtól származik, amikor azt mondta, ha jól emlékszem, éppen a kilátó avatásán, hogy Alsóörsnek egyre jobbak a kilátásai. Azóta ez szinte már ilyen szálló ige lesz, és elég sokszor el is hangzik, és talán éppen most is elhangzott a mostani találkozón vagy ünnepségen, de talán nem véletlen. Ugye arról beszéltünk, hogy önök nem akarnak a végtelenségig fejlődni, de a fejlesztéseket muszáj folytatni, mert egyrészt a település elvárja, meg hát mindig van valami, ami elromlik, újabb tervek vannak. Mi az, ami 2018-ra olyan terv lehet, hogy azzal lehet büszkélkedni? Több is van ilyen. Karácsony előtt jött az örömteljes hír, hogy megnyertük a Veszprém felsős-alsős kerékpárútnak a programját. Ez olyan nagy dolog egyébként? Ez nagy dolog. A megyeszék helyett összekötjük a balatoni bringa körúttal. 750 millió forintból alakul ki ez a kapcsolat, és mi vagyunk a gesztorai a felsős-alsősi szakasznak. Kell tenni mellé önrészt is? Nem, önrészt. 100%-os alapot támogatott program. Nagyon jó projekt az ilyen projekt. Igen, és ez természetesen... Hát igazából szerintem 2019-ben, tehát most az előkészületek, a tervpontosítások, engedélyeztetések, itt nagyon sok fórumon keresztül kell még ennek mennie, egyeztetésen, és ezt követően maga az útnak, vagy az aszfaltozásnak a kialakítása az már csak a legvégső szakaszban van. Ez de egyébként valahol a két települést összekötő főút környékén lesz? Igen, amellett. Akár mellette párhuzamosan. Úgy van, pontosan. És nem csak az utat érinti, hanem kerékpáros pihenőt, közvilágítást, illemhelyet, tehát egy nagyon izgalmas projekt, és a településeken belül is egy látványos fejlődést fog hozni. Például Alsősnél az Endrődi Sándor utcán megy föl, Alkotmány utcán elkanyarodik, és a Mai János utcánál megy ki felsős irányába, tehát érinti a belső részeket is. Egyébként is azt szokták mondani, hogy ha van egy településen valami, amit megállás nélkül lehet fejleszteni, az mindig az úthálózat, hiszen jön a hideg tél, ha jön, mindenki eldönti, szeretné vagy sem, most nem úgy néz ki előre, akkor csak kátyús lesz, tönkre megy, de mindig kell újítani. Önöknél a helyzet? Nálunk is ugyanez. Nálunk is ugyanez. Hát talán sok minden épült, az utaknál is, járdáknál is. Nálunk ez a jó bevált összefogás jellemezte ezeket a fejlesztéseket, a lakossággal közösen végezzük. Ha látjuk az összefogást, akkor és összeáll az útépítő közösség, akkor a 75%-át mi finanszírozzuk, és 25%-ot pedig az érintettek. És ezt a lakosság ezt, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, lenyeli? Tehát nem hogy mondják más, azt, nem, hogy lenyeli, hanem nem. Na, hát a sorbálás van, most is 3 vagy 4 ilyen utat szervez. Tehát nem azt mondják, hogy polgármester úr lesztek szívesek megcsinálni? Nem. Azért az elég ritka, nem? Nagyon ritka, és hát itt az elmúlt 10 évben már több mint 5 kilométer utat aszfaltoztunk, és hát persze van mindig egy-egy esetleg olyan érintett, akinek más a véleménye, de a kétharmad mindig megvolt, sőt, van, amikor szinte a 100% is, vagy a 95%, tehát partnerek benne. Van olyan része a településnek, ami ilyen szempontból nagyon rossz állapotban van, úthálózatot tekintve? Hát az úthálózat ugye folyamatosan romlik, tehát sajnos a belterületi részeken is hozzá kell nyúlni. Egyébként külterületi és belterületi részekről is érkeznek ezek az igények. Vannak belső részeken is olyan, mondjuk most kialakult lakóövezetek, ahol még sáros murvás utak vannak, de vannak külterületeken is. Pályázatokat is természetesen figyeljük. Most van egy zárt kerti pályázat, arra egy külterületi úttal szeretnénk majd indulni. Tehát mindig tényleg ez egy olyan téma, ami sosem ér véget, tehát mindig lesz ebben feladatunk, de szépen haladunk. Ezt a számítva ön is mondta, meg az előbb én is említettem, hogy hát az utak azok olyanok, hogy mindig lehet rájuk költeni. De hogyha ezt levesszük, úgy elkezdtem gondolkodni, hogy a strandra büszkék lehetnek, nem véletlen, hogy évről évre mindig elismerés, kitüntetés kapnak. Van sportcsarnok, van iskola, nem is akármilyen. Az óvoda megújult, most már bölcsőde is van. Hogy szép a műfház, megújult. A községháza úgy szintén. Mi kell még? Hát még tudnám sorolni. Igen, persze. Itt a lehetőség. Az intézményeknél mindig van egy kitörési pont, például a kultúrháznál a külső
megjelenés, a szigetelés, hőszigetelés, nyilászáró csere az pályázati forrást igényelne, és be is van nyújtva egy ilyen jellegű program. Az iskolánál is mindig valamit kitalálunk, ugye a református egyháza fenntartója, a helyi gyülekezet, nagyon jó a kapcsolat, az együttműködés, és ott is most felmerült egy olyan, hogy az egyik központi intézmény az úgynevezett EGYMI, tehát ez egy olyan oktatási, nevelési intézménynek körvonalazódik egy fejlesztési elképzelése, ami egy kisebb jellegű átépítését, irodák és fejlesztő helységek kialakítását jelenteni az iskolába. Tehát mindig van valami. De olyan nagy, látványos dolog, amire szükség van, az most nem tudom, folynak most egészségügyi ellátást, ha nézzük, bármi. Nagyon jó az egészségügyi ellátásunk, korszerű rendelők vannak, fogorvosi, orvosi. Egyébként visszatérve még az előző gondolatot, tehát az az élhetőség azt is jelenti, hogy mindenünk megvan. Tehát a bankjegy automatától elkezdve az orvosi ellátásig, meg nagyon jók az adottságaink, a megyeszékhely, a környező városok közelsége, a közlekedés. Ez ezért van az, hogy én azt tapasztalom a településen, olyan nincs sosem, hogy mindig mindenki mindennel elégedett. De miután tényleg, az előbb is mondta, hogy munkánk kapcsán a televízió sok helyre eljut, sok helyen járunk, én Alsőrsön tapasztaltam talán a legkevesebb olyat, ez nagyon ritkát is van ilyen, hogy valakitől ilyet hallok, amikor valami nem tetszik. Hogy pont azért, amit tetszett mondani, hogy azért, hogy jó kézben van a falu, van minden, fejlődik, szép a strand, nem véletlen vonzza az embereket, és hogy ön is mondta, tulajdonképpen nem engedik azt sem, hogy valami elképesztő nagy tömeg legyen, amikor nem kellene. Hogy ennek köszönhető az, hogy itt egy ilyen békesség van, és hogy harmonikus a... Hát a polgármesteri teákon ez teljesen egyértelműen kijön. Igen, ez a köznyugalom, ez a békesség, ez mindig is jellemezte a településünket, tehát már a korábbi vezetés alatt, és az a partnerség, amit az elődeink elkezdtek, azt még jobban tovább vittük. Na jó, azért volt egy kis izgalom. Na, most így héten eszembe jutott. Hát ott volt az a Palacsinta Fesztivál. Ja, igen. Azért tényleg polgármester, Isten ment, nem azért hoztam elő, mert nagyon jó kezdeményezés volt. Ez látszott, hogy szerencséjük volt, jó idő volt, minden. És talán ezt soha senki nem gondolta, hogy ez ennyire nagyon sok embert vonz. Úgyhogy most szerintem az idei esztendőben ez már egy olyan rendezvény lesz, amit nyugodtan betehetnek a többi nagyszerű közé, mert itt is csak annyi volt, hogy talán nem volt elég palacsinta igazából. Tanulunk a hibákból, és tényleg a jövő, illetve az idejében erre nagyon odafigyelünk, hogy ha bármi olyan esemény történik, ami nem az önkormányzat. Volt egy jó kezdeményezés. Hogyne. Igaz, hogy nem az önkormányzattól jött, hanem a turisztikai egyesület és vállalkozástól. De teljesen mindegy, honnan jön. Így van. Mi mindenkit és mindent felkarolunk, de most egyébként hoztunk egy olyan döntést még októberben, hogy mi szeretnénk látni a... Mert hogyha nem jól sikerül, akkor azért a településnek a felépített imázsa azért kicsit romolhat, ami nem... Elmondhatjuk mi ezt ezerszer, és egyébként, hogy ez nem az önök rendezvénye volt. Nem akarunk így hárítani, mert nem, a Turisztik Egyesülettel is van, rendkívül jó kapcsolat. De ha most valaki jön is egy rosszat csinál, valamit elront, akkor óvatatlan, hogy mindig azt mondják, hogy ja, persze. De egyébként szerintem a szenzációs az ötlet. Ez látszott, hogy ha egy picit még jobban oda lehet erre majd figyelni, akkor ezen dolgozunk. Most már beírhatja a program füzetébe, hogy igen, van a Harley Davidson, van a másik, a harmadik, és van egy Palacsinta Fesztiválunk. De lesz, gondolom. Igen. Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát a partnerség jegyében dolgozunk. Tehát tulajdonképpen nekünk az a feladatunk, hogy a lakossági igényeket kiszolgáljuk, és a komfort fokozatát a településnek javítsuk az itt élők érdekében, aminek a turizmus egy húzó ágazata, mert ebből élnek a vállalkozásaink, a lakosaink, meg az önkormányzat is. Tehát ez hozza a bevétel nagy részét is. Igen. Mindenbe bevonunk mindenkit. Tehát mondják el a véleményt, mondják el a kritikát, mondják el a jó véleményt is, és megpróbálunk ennek megfelelően cselekedni, és már a kezdetektől minden egyes fázisba bevonni az érdeklődőket. A TEA délutánok egyébként nagyon nagy jelentőségűek voltak, mert annak idején, amikor a járási hovatartozás, a lovasközséggel történő megállapodás, a közös hivatal feladatainak az ellátására vonatkozóan, vagy az iskolának a református gyülekezet
átadását is ezeken a fórumokon vitattuk meg a közvéleménnyel, és az összes fejlesztés, a vitorlás kikötő építéstől elkezdve a mostaniakat is, például 2018-ban még folytatva a gondolatsort, a kerékpárúton kívül az amfiteátrum is egy izgalmas projekt, Varázserdő, erről is már beszámoltunk. Hallom egyébként, hogy ha már tetszett volna, bocsánat, hogy vele szóltam a vitorlás dolgot, hogy lesz komoly vitorlás verseny is. Igen, igen, lesz. Az is hozzá tartozik most már a település életéhez, mert nagyon nagy vitorlás hagyományokkal rendelkezünk, ugye olimpikonjaink is voltak. Hát nagyon menő, komoly vitorlások vannak ott. Mi ezt akkor tapasztaltuk, amikor lementünk ott az egyik hajó ünneplésére. Talán éppen a bolygó vitorlás 90 éves volt, vagy valami hasonló. Igen, akkor tapasztaltam én is meg, hogy hát mennyi neves, ismert vitorlás él ott, sportol ott, tehát azért ez is fontos a településnek. Polgármester úr, folytassuk mindjárt, még egy pici kis kultúrát csempészünk be a mai beszélgetésbe, és nézzük meg még egy részt, tartsanak velünk, következik még egy rész a szombati eseményről. Maradt még egy pici időnk a beszélgetésre, talán folytassuk azzal, hogy azért vannak visszatérő események a településen.
Hozzáteszem, hogy mi abból vettük észre, hogy óriási számban megnőttek a programok, hogy nagyon-nagyon gyakran kaptuk a meghívót Alsősről, és egyre többször, tehát régen ennyi nem volt. Most azért vannak olyan rendezvények, amelyek persze régóta ott vannak, a sportbál, aztán a Fábián József találkozó, és a többi gondolom ebben az évben sem maradnak el, ugye? Bizony, ezek most aktuálisak, mert Alsősön nem csak nyáron vannak programok és rendezvények, hanem a nem nyári időszakban is természetesen. És ha már itt tartunk, akkor esetleg a legközelebbiekre föl is hívnám a kedves nézők figyelmét, és invitálnám is őket, mert nagyon színvonalas eseményekről van szó. Jövő pénteken lesz a Magyar Kultúra Napja, 19-én este 5 órakor, ahol a helyi általános iskolának a színjátszóköre fog egy előadást eljátszani, és természetesen az örökségdíjat is átadjuk, amit a Csipke műhely, amelyik 15 most éves volt. Most volt 15 éves, ugye, év végén. Igen, az ő jó voltukból fogja megkapni, vagy egy közösség, lesz, vagy egy személy. És hát februárban pedig indulnak azonnal a hóelei események. Február 9-én pénteken lesz a sportbál. Ez egy 300 fős rendezvény, egy nagy esemény. Ennek nagy sikere van, mindig állandóan teltházas. Igen. És ugye a sportcsarnok is megújult. Sport, ezt akartam mondani, ha már a sportcsarnok, akkor mondjuk el. Ugye ezen is átadjuk a sportolóinknak a kitüntetéseket, az Alsősi Sportegyesület kezdeményezésére és szervezésében történik mindez. A konditermet sikerült 2017-ben társasági adós forrásokból teljesen megújítani, nagyon népszerű lett, egy büfét is kialakíthattunk, és a parkettát teljesen megújítottuk, nyilázárókat cseréltünk, és a belső mosdókat is fejlesztettük, tehát itt is volt egy olyan intézményi jellegű fejlődés, aminek nagyon örült a lakosság. Ez nem saját erő általában, hanem mindig pályáznak rá. Igen, de ugye itt a TAU pályázatoknál 30%-os az önerő, tehát itt az önkormányzatnak is természetesen mellé kellett tenni, de ezt nagyon, nagy örömmel tettük mindezt. Ha időben tovább megyünk, akkor február 17-én szombaton 15 órakor lesz a Fábián József néhai esperes kutató, mezőgazdasági kutató emlékére megszervezendő térségi szőlész-borász találkozó, ahol... Nagyon szívesen jönnek az emberek, mert nem csak, hogy erről beszélnek, meg a filoxéráról, meg egyebekről, hanem ott van mindig egy borász, aki bemutatkozik, és hozza a finom borait, és bizony, az csalogatja ide is, az embereket. Most előkészítés alatt van ez a programunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a finom zsíros kenyereket és borokat februárban is meg lehet kóstolni nálunk, és nem csak a helyieket, mert ilyenkor helyi borok is vannak, de mindig egy más-más országrészből hívunk vendéget, aki bemutatja a pincéjét, előadásokat tart, és megkóstoltatja a finom nedüket. Úgyhogy gazdag lesz a tavaszi időszakunk, és hát 24-én pedig eltemetjük a telet. Kiszebbá bégetéssel a faluközponttól délután levondulunk. Mókás ilyen néptánci előadást, kiszebbábégetést is. Uh-huh. Hát annak is hagyománya van már, igen, a településnek. Hát aztán utána majd jön a nyár, ahol megint annyi program van, hogy érdemes lesz Alsősöt felkeresni. Azt gondolom, hogy jó dolog lehet egyébként egy ilyen településen polgármesternek lenni, nem? Ez valóban így van, 15 éve már szolgálhatom a közt, és nagyon jó érzés, hogy ezek az eredmények, ezek az összefogás jegyében keletkeztek. Nagyon jó testület is, nagyon jók a kollégák. Önök nagyon nem voltak sohasem híresek veszekedésekről, vitákról, még hogyha voltak is viták, gondol, azok mindig szakmai viták voltak. Természetesen, de nagyon jól működik az egész, és sok konzultáció a minden szervezetünkkel, egymás segítve a civilekkel, a közösségekkel, egyházakkal. Ez a cél, hogy építsük a saját falu közösségünket, de nagyon jó kapcsolat a térség más szervezeteivel, önkormányzataival is, úgyhogy... Meg hát gondolom a többi településsel, ugye egészen Füred felé... Mindenkivel. Jó így együtt dolgozni, mert közös a cél,
megteremtsük a biztonságos turisztikai értékeket, turisztikai termékeket fejleszünk, tehát legyen érdemes ide jönni a vendégeknek az ország vagy a világ minden részéről, de legyen jó itt élni nálunk is, tehát a helyi lakosok is vegyék, mert alsós vár, marasztal, visszavár. Visszavár. Ennél jobb végszó nem is kell. Polgármester, köszönjük szépen, hogy vendégünk volt, és mindezt elmondta. Hát, ha majd egy év múlva beszélgetünk, akkor azt kívánom, hogy ismét nagyon sok fejlesztésről tudjon beszámolni, meg arról, hogy a következő tervekhez is már vannak elképzelések, meg pénz is. Az kell hozzá. Ezen leszünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Kedves nézői, magazin műsorunk végéhez érkeztünk, Hebrink Zsolttal beszélgettünk Alsőrs korábbi esztendejéről, múltjáról, és hát természetesen az idei tervekről. Köszönöm szépen figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét, jó szórakozást kívánok munkatársaim nevében is, elköszönök. Viszontlátásra.